Sziasztok, Fid vagyok, és ez itt a Duatron Togo kicsomi, amit eddig a legtöbben kértetek, meg kérdeztétek, hogy mikor jön már, és itt van. De úgy egész pofás, egyet már kibontottunk. Csak hát nagyon pici, már így első ráállásra is. De tök jó, hogy van beépített index, elől-hátul felfüggesztés, és erről már nem sajnálták le. Az első lámpát sem, mint a Duatronokról szokták. Mi ez? Xiaomi-s töltőcseti. Xiaomi-s töltőcseti? Aha. Igen, csak avval arra kell vigyázni, hogy ebből van 36-48 voltos is. A 48-oson a LP-s van. Hallod már, hogy Togo volt, 48-oson LP-s van. Hát csorugó. Első rugó, még van esélye találni belőle valami jobbat. Amúgy tök olyan az első villa, mint a mininek. A csukója az úgy kb. Egy az egybe a mininek, csak nem annyira lötyögős. Hát sokkal jobb lett, mint egy mini. Meggyorsítottad az eljárást? Igen. Idő. Szóval, kijelző, mini kormány, de ez kurva jó az a kijelző, és onnantól kezdve, hogy van rajta rendes tuszni, van esélyed megmagasítani a kormányt, mert ezen alacsony. Duda az nincs rajta, nem, mert a bekapcsoló gomb helyén van. Igen. Első fényszóró. Index. Ez legalább jól látszik. Mennyit megy ez? 40-et? Úgy nyári adat szerint? Igen. Sebességre? De a populári is 55-et mondanak, és 60-et azt mondanak. De egész jó. A sárvédő is úgy néz ki, hogy nem leszel nyakig soros esőben. Az esőt is jobban bírja már első ránézésre, mint egy mini. Amúgy pofás tényleg, csak nem a 46-os lábaimra tervezték, de majd meglátjuk az a felemenet. Ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sid voltam.